Tavaszi sokadalom címmel tartott táncházat a Waldorf Alapítványi Óvoda március 24-én vasárnap a Dezsevú bálteremben. A táncházat Bősze Zoltán vezette, a talap alávalót a Büdös Vornyik zenekar húzta. A tánc mellett különböző tavaszhoz kapcsolódó dolgokat is lehetett vásárolni, minden egyes darabért virágtallérra lehetett fizetni. A befolyt bevételt az alapítvány javára fordítják. A bálterem hamar megtelt gyerekekkel és szüleikkel, akik mindannyian táncolni szerettek volna. Természetesen a táncon kívül számos egyéb más játék várta a gyerekeket, de nézzük ott készített felvételeinket. És úgy, mint eddig mindig, a Büdös Vornyik zenekar húzza a talp alá valót. Azért csak gyorsan, mint az elején név szerint, és szeretném bemutatni őket. Szabó Mánt és Lipics Gergely hegedűn játszik. Kis Alfred cimbalom, Michel Erik Brácsa és Balog András bőgőr. Kívánok mindannyiunknak nagyon tartalmas vasárnapot, jó szórakozást! Thank you.
ugye most tavasszal nő a fű, feltesszük a kezünket. Kicsit haladunk balra is, megindul az erdő bal oldalra, azaz. Thank you.